inkább, és a pedagógusok ezt mondják, hogy ők most így nagyon sokat vissza kell vegyenek abból, amit mondjuk megterült a két évvel ezelőtt. Egyfajta meglátás. Én mérnök vagyok, de megkérdeztem, hogy a tudományról visszatérlek. Igen. A tudomány az jó dolog. Semmi rossz nincsen benne. Én bármit is mond bárki, én hiszek benne, hogy jó irányba. Amikor valaki leül, és vagy egyáltalán valami eszébe jut, és megpróbál megvalósítani, az ember 99,9%-ban nem azt gondolok, hogy lehet másra kinyírni. Szóval persze van olyan, akinek egyáltalán az eszébe, de a többség nem azért születik meg, hanem mindenki optimistán és naivan áll hozzá, hogy jobb lesz ettől a többségnek az emberiség. De hol mondjuk ezt el? Hát én ennek semmi hozzá tudománynak, hogy hol mondjuk. Hát nem. Például én azt gondolom, hogy pont az iskola kezdés előtt azért, hogyha nem fizikailag sérült egy gyerek, akkor az kíváncsi. Persze. Érdekel. De 80 éves is is legyen. Tanulni akar. És akkor már valahogy egyszer csak ezt úgy tenni. Valahogy. Sok fölös legyen dolgozítani, de nem érik azt, amit ténylegesen használni kell. Hát ez is lehet egy ok. Igen? Fölösre is akarja. Mivel itt állunk, igen. Ja, jó. Tehát akkor mégis meg kell mondanom, a pszichológushoz jönnek. Vannak dolgok, amikor viszont tényleg a pszichológusnak fel kell vállalni a döntést, abban a 2050-es évben, amikor most vagyunk. Na, csüssz, sziasztok! Szóval azért jöttünk, mert döntöttünk, hogy szeretnénk egy gyereket. Igen. Ezt a mondatot tőled is hallhatnám? Persze, szeretnénk gyereket. De megbeszéltük még. Igen, megbeszéltük.
beszéltük, hogy szeretnénk egy gyereket. És hát ugye ez egy komoly elhatározás most itt bennünk, és nem? Én egy kicsit old school-nak tartom, de igen. Te megvennél gyerek nélkül, ez azt jelenti? Hát én most pont hallottam, hogy csináltatnak olyan, tehát hogy tenyészthető egy olyan ilyen kis lény, ami meg kell rendelni, és akkor x év múlva megérkezik, be lehet programozni, hogy milyen legyen, hogy legyen, és kvázi gyerek. Igen, de hogyha megunod, akkor nyilván akkor átprogramozzák, kutya lesz, átprogramozod, mit tudom, sivatagba vagy éppen, akkor mit tudom én, lesz teve, utána mész tovább, és akkor nem tudom, föl akarsz szállni, és ugye van hogy sok sit, akkor repülő lesz, tehát hogy bármi lehet. Én szerintem ez modern, ez a világ. Igen, csak az nem a te véred, és nem a te igen, csak most nem akarom elmondani a pszichológus előtt, de ha már akarod, akkor tehát a testiség, mint olyan, az nálunk nem működik, hanem megy a tudod, van ez a szemüveges program, ami most a legújabb, hogy ott akkor lehet ezeket csinálni. És én csak azért megyek ebbe bele, mert ez ugye a gyerek az még mindig csak testiséggel hozható létre, és nekem ezért fontos, hogy legyen már valami. Hát ezért azt mondom, hogy jó, legyen. Nem félsz attól, hogy majd a nevelésben egyedül maradsz, hogyha ő ennyire nem akarja. Azt tudjátok, hogy ez egy nagyon nagy felelősség az én részemről, mert én is vizsgázom akkor, ha erre engedélyt adok, és majd elmondom ugye, hogy történik. Hát nem, én inkább attól félek, hogy egy ilyen alien itt valahogy bennem lesz, én ettől egy kicsit félek, de én nagyon szeretném ezt kipróbálni. És hogy ez egy kísérlet lenne? Hát bázi, igen. Nem. Ja, nem. Nem. Én nem, ez komoly. Ez komoly elhatározás, mert azért az valahogy azt gondolom, hogy nagyon szép dolog lesz, ahogy lesz a vérünk. Hát motivációnak ezt én még elég halványnak érem. De programoznánk is, tehát nyilván úgy csinálnánk, hogy felébe, és akkor tényleg szép lenne, mert akkor megvennék azt a programot, amivel alakítani lehet azért. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy pontosan tudjátok, hogy az emberiség az előző évszázadok, évezredek alatt óriási tragédiákat élt át azzal, hogy véletlenszerűen születtek gyerekek. Ja, hát össze-vissza, persze. Akiket nem vártak, nem igen. Akartak. Esetleg erőszakos született, igen. Házasságok kívül született, túl korán született, túl későn született, túl sok született, stb. Tehát ugye most büszkén mondhatjuk azt, hogy ugye nem csak egy olyan csippet ültettek be mindenkinek, amin az adataink rajta vannak, ami háromnapos kontra, kinehetetlenül életek végéig itt van. Ez mennyi lenne egyébként? Csak úgy folytasd csak, hogy ez mennyi lenne egyébként? Hát attól függ, hány ülésre lesz ahhoz szükség, hogy én döntéshozó. De én szeretném, hogyha minél kevesebb lenne. És hogy kivennék ezt a csippet. Igen, tehát hogy minden nőnek beültettünk ugye rögtön születés után egy olyan csippet plusz, amelyik viszont úgy működik, hogy semmilyen módon nem eshet teherbe, tehát ez a probléma, mint olyan megszűnt, és valahányszor gyereket akarsz, akkor komoly döntés után kioperáljuk, és a gyerek 3 hetes korában visszaoperáljuk. Na. Igen. Ez nem egy nagy dolog. De ez rögtön elsőre akkor sikerülni fog? Az nem probléma, persze. Tehát az nem kérdés, hogy terhelhessen-e, vagy lesz-e ebből gyerek, csak az jó, és akkor most mit kell most beszélni? Én megkérdezem őket. Mert ugye azért egy emberre nem akartátok rásózni ezt a nagy terhet. Nem, hát nem. Tehát, hogy akartok-e ide a közösségbe jelen motivációs feltételek mellett ennek a két szülő jelöltnek egy gyereket? Szeretném nagyon. Egy. Itt van a child chip, kinevő chip. Kicsit old school, hogy te még beszéled ezt a régi nyelvet. Igen, de mégiscsak ez egy chip, kinevő chip. Tehát tulajdonképpen egy olyan chip, ez úgy is mondhatnál, amivel ugye azt a bizonyos chipet veszünk hozzá. De csak akkor, hogyha azt látjuk, hogy érettek a helyzetre, szóval éretlen szülőknek nem akarunk gyereket. Hát, hogyha érettek azok a programok, amivel lehet ezeket irányítani, akkor mi is érettek vagyunk, érted? De én úgy gondolom, hogy ha
a nevelésben majd eljövök hozzád, és akkor segítesz. Hát vagy egy... Hát azzal sokan így vannak, igen. Hát már vagyunk, világos. Én szerintem... Én csak két igenes motiváció. Jó, hát nekem az a lényeg, hogy, tehát, hogy lehessen valami kettőnk között, tehát hogy úgyis, hogy nem csak így. Akkor azért most még egyszer a közösségünket megkérdezem. Ki az, aki azt gondolja, hogy a helyzet alkalmas arra, hogy... Nem. Hát én, de... Jöjjenek vissza egy év múlva, oké. Jó. Hogy látta ki ezt a hülyeséget, hogy szavazni kell? Ez mindig még megmondva. Ez egy szabad ország, és egyszerűen azt igazgatója. Aha. Igazolva. Na jó, akkor nézzük meg. Elhidegülnek ezek egymástól. Már gyerek sincs, vagy még nincs. És nézzük meg, hogy mi történik egy kis idő múlva velük. Jó? Jaj, jó. Ugye a jövőben is ember marad az ember? Tanulságokkal? Nem? Hát majd mondja le ki a tanulságot, mi most eljátszunk minden esetre. Igen. Megvan? Azért közben elmondom, hogy az improvizálást úgy kell elképzelni, hogy egy nappal előbb elküldöm a színészeknek ezt a forgatókönyvet, amit én kigondoltam, és előadás előtt egy órával megbeszéljük, hogy mit fogunk játszani, hogy nem véletlen nézegetjük időnként a forgatókönyvet, és most mindjárt szülünk egy jelenetet, ha már gyereket nem tudtunk. Oké. Okay. Amit most még azt sem tudjuk, hogy mi az. Mindjárt lesz valami. Na, akkor megyünk, vagy nem megyünk? Azt mondtad, hogy ma este elmegyünk abba az új ilyen moziba, amiben ez színszag, minden. Nem megyünk moziba, én egy normális ételt akarok enni, ezt akarom enni, elegem van a pirulákból, ezt akarom enni, és ezt most be fogom zabálni. Én nem tudok neked normális ételt, mert normális... És miért kell ezeket rejtegetni? Miért? Azért, mert valaki megmondta, hogy miket figyelnek, és akkor ez kínos. De, normális kaja, amit érjünk. Hát amikor születni... Nem ér leszel, de hogy leszel? Meg a koleszterál, meg magas lesz. Átírom magam, átírom magam. Dehogy is, ezeket már mindig ez mind szabályozható. Tudom, miért. De amikor születnél, akkor mit tettél? De másnak miért jó az? Neked miért nem? Mert nincs íze. Mert nincs íze. És nem tudok azzal szexelni, hogy fölveszem azt a szart. Jó van, megy. Ezt akarom enni, vizet akarok inni. Megcsináltattad a helikoptert, vagy nem csináltad? Persze. Megcsináltattad? De az viszont old school. Micsoda? Régies, idejét múlt, elavult. Helikopter. Akkor mivel menjünk? Teleportrendszerrel. Jó, akkor teleport. Mi mivel akarsz menni? Én azt gondoltam, az olyan bájos helikopterrel. Nem bájos, az régies. Van benne valami kis ilyen... 12-ben Obama repült repülővel, helikopterrel. Igen, de az annyira romantikus. Hát az mi nem bírunk egyszer egy ilyen romantikus estét csinálni? De nem, mi romantikus? Hagyjál már, profi modern. Profi modern, csak ezeket benne kell szűni, ezeket az apróságokat, a kis kajákat, az apró örömöket. Fölmenni, semmit sem, fölvenni se. Idegesítesz. És köszönöm, szerzek valami programot, ami megjavítom, normális leszel, komolyan. Egyed már azt a szar, ne egyed most, azért ezt idegesítsél? Nem azért. Esküszöm, most vettem ezt, és kipróbálom. Más legyél, mint a többiek? Kipróbálom, hogy működik-e rajtad. Levented a szómát? Nem. A nyugtatót fogom most mindjárt neked átadni. Fajj! Ne csináld! Azaz. Ez most nem a nyugtató volt, kicsi, a vakar, bocsánat. Lejjebb húzom. Lejjebb húzom. Levegem van belőle. Levettem, most már nem érzel semmit. Hol van a... Vettem egy ilyen izét. Mi? A szőnyeg. Milyen szőnyeget vettél? Vettem egy ilyen izét, elegem van belőle, és elmegyek. Milyen szőnyeg van? Eljössz fel a helikopterre, vagy nem jössz fel? Hagyjál már a helikoptered, de milyen szőnye van? Repülőszőnyeg. És tudod, hol fogok menni? Hova mész? Párizsba. Mi? Micsoda? És most elrepültem Párizsba. És itt hagytam az én undok férjemet, aki egyáltalán nem ért meg engem, és minden baja van. És most itt vagyok Párizsban, Pierre-nél, aki megért, aki édes, aranyos, egy cuki, Pierre, hát hol vagy? Úristen! Pierre!
Chéri. Hát itt vagyok. Gyere, drága. Tu m'appelles le bleu, le bleu blanc. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas même une croix de rue. Időszámításunk előtti 13. századból ugyanezt a jelenetet, amikor is Párizs az almát Szép Helénának adja, és akkor megjósoltam volna én, mint Kasszandra, akire senki nem hallgat, hogy ebből lesz a trójai háború, de ezt most nem játszottuk el, csak elmeséltem. Nagyon köszönjük, hogy itt volt mindenki velünk. Szép estén volt, itt boldog jövőt, hogy itt kell ilyen legyen boldog a következő 100 évünk így együtt. Boldog a